98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Nagyon régen arról álmodoztam gyerekként, igen, hogy egy ilyen helyen fogok élni. Egy könyvtárban? Nem, hercegnőként a várban. Ja. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lett a Szent István terem. Hát, most megtudod. Izgatottan várom. De mindig ilyen tempóban sétálsz? Ha valahova elmegyek város nézni, nem, vagy mész, látványosságot nézni. Valahol vagy, menj, ahol... lépjünk. Süges már. Lép. Manna FM is benne a reggeli Manna. De most, drága hallgatóink, az az ötletünk támad, hogy legyenek a nézőink. Hiszen, hogyha követnek minket, akkor megtapasztalhatták, hogy elképesztően izgalmas emberek járnak nálunk a stúdióban reggelente Manna FM-en, elképesztően érdekes helyszínekről mesélnek. Ezért egy új sorozatot szeretnénk indítani, és úgy döntöttünk, hogy egyrészt megmutatjuk magunkat, de ami a lényegesebb, hogy szeretnénk megmutatni ezeket a helyszíneket is. Úgyhogy ennek a sorozatnak az első állomása ma a Szent István terem, ahova kapunk egy privát betekintést, csak nekünk, ma délelőtt egy privát tárlatvezetést tartanak, úgyhogy mindent megmutatunk, mindenről beszámolunk, hogy milyen lett a felújított Szent István terem. Úgyhogy induljunk! Se tudom, hova nézzek először. Hát mondjuk a plafonra, meg a lábad elé, mert elesel, akkor ciki lesz. Oh, wow. Ez bámulatos. Mi volt itt korábban a Szent István teremben? Mi volt ennek az eredeti funkciója? Gyakorlatilag ez mindig is dísztérként szolgált, néha fogadásokra, kártyázásra, ilyesmire használták válok idején. Kártyázásra is. Én zsugáztam. És gyakorlatilag az a jelentősége, hogy ez az első olyan tér a királyi palotában, amelyik azt mutatja meg, hogy milyen volt ez az épület, milyen csodálatos volt, mert a háború után a megmaradt romokat is módszeresen kipucolták, eltüntették, tehát ezen kívül semmi nincs a palotában, amelyik az egykori gazdagságára emlékeztetnek akár nyomokban is. És amit most látunk, minden stimmel? Minden stimmel. Ugyanígy nézett ki az akkoriban is. Ugyanígy nézett ki, ugyanilyen anyagokból volt, igen. A Szent István terem azt a korszakot kívánta megjeleníteni, amikor ez a királyunk uralkodott, ezért készült neoromán stílusban a terem. Mit kell tudni a kandalló? Ez a kandalló, ahogy 1902-ben is, most is a zsolnai gyárban készült, közel 5 méter magas, és a kerámiáknak a tömege 800 kg fölött van. Gyakorlatilag ez egy díszkandalló volt, valószínűleg be lehetett fűteni benne, de azt is gyanítom, hogy sohasem tették meg. A falak borításáról mit kell tudnunk? A falak borítása 240 cm magasságig kerti dióból készült, ami aranyozva van, fölötte pedig fémszálas hímzéssel készült textilkarpit. Aranyozott szálakkal. Nem, az is aranyozott, igen. Jó, van itt valami a teremben, ami nem arany? Ami aranynak látszik, igen, az mind aranyozva van valóban. A csillár az bronzból van, de aranyozva van. Tényleg 150 kiló egy ilyen csillár? Körülbelül 150 kiló, összesen 92 darab íz a világítja meg a termet. Aranyozott bronzból készült. És ez az anyag, ez brokát? Hogy ez így. De milyen szavakat tudsz? Ugye, volt blokkát ingem gyerekkoromban, nagymamám varta. Igen, selyemből készült, ahogy selyembársony ennek a függönysálnak az alapanyaga is, amit Lyonban egy ember egy erdő közepén kézi szövőszéken szőtt. Ezt nagyon kevesen tudják a világban. Hát ezt csinálta egy ember a lyoni erdő közepén egy darab szövőszékkel? Igen. Most, hogy elkészült, augusztusban ugye volt egy ilyen ingyenes időszak, de ettől függetlenül a terem az nem zár be, ugye nem továbbra is látogatható. A terem természetesen látogatható, mindenkinek javaslom, hogy jöjjön el, mert belépve adja azt az élményt, amit semmilyen fénykép nem ad vissza.
hogy milyen volt a királyi palota, amelynek egyelőre ez az első tere, ami gyakorlatilag a semmiből lett rekonstruálva hitelesen. Na, szerintem nagyon szép. Na, látod, jó van. Nagyon jó munkát végeztek, gyönyörű volt. Igen, az az igazság, hogy királynak lenni mindig is merő dolognak számított. Úgyhogy a következő életemben lehet, hogy király leszek. Pont attól tartok én is. Na jó, legközelebb hova vigyelek? Menjünk ásatásra. Ásatásra. Menjünk a Szentendre és Kanzenba. Jó. Menjünk a közlekedési múzeumba. Na jó, elég lesz majd. Persze, ilyesmi, menjünk. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.